Idehaza 3-0, idegenben 1-3, arany szettel viszont utána győzelem és óriási siker a magyar női röplabda számára. A törökök ellen megnyerte az Európa Ligát a magyar válogatott, így Jan de Brandt készülő lányai feladták a leckét hát maguknak. A sorozat legeredményesebb játékosa Sándor Renáta és Szakmári Gréta a vendégeink a csapatból. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Gratulálunk, és kezdjük az elején. Reni, azt mondtad itt a győzelem után, hogy ahogy mondtad, hogy azért egy évvel ezelőtt még a hasadat fogtad volna a nevetést, valaki azt jósolja, hogy Európa Liga döntőt játszik a magyar csapat. Aztán lehet, hogy az viccesnek tűnt volna, de hogyan fordult ennyire komolyra a dolog? Nem tudom, igazából győzelem jött győzelem után. Igazából ott a törökök ellen volt az a meccs, ott oda hogy ott kicsit csúnyában kikaptunk, ott látszott is, hogy nem vagyunk csapat, és hogy nem tudtunk együttműködni a pályán de igazából onnantól kezdve egy-egy meccseket kaptunk ki, ami szoros volt, de utána nyertünk folyamatosan, és egyhuzamban... Még a csoportmestről és... beszéltél természetesen. Igen, igen, igen. Hogy, ha már török, akkor <kül> nehogy ne, ne, megtéveszem minket, mert ugye most a döntő kinti részéről is fogunk majd beszélni. Gréta, neked is, te is megmosolyogtad volna ezeket a jóslatokat? Hát igen, <susztanian> azt kell, hogy mondanám. Hát az elmúlt éveket tekintve most azt mondanánk, hogy tényleg így, semmi esélyünk nem volt eddig, igazából mindig csoport utolsók voltunk, vagy ö, utolsó előttiek, de ez most egy váratlan nyeremény sorozat kezdete, úgy érzem. Na most a, lelkes támogatók neket mondanak, utoljára Bardi Gyöngyéknek lehetett ilyen hőfokon szurkolni, olyan ez a női röplabda, mint 15 éve a férfi jégkorong. Hát ezek eléggé nagy várakozásokat és lelkesedéseket mutatnak az ilyen megállapítások. Azt érzitek, azt, hogy elvárást tínáltól kezdve, hogy akkor a ti dolgotok az egyszeri sikeren túl a magyar női röplabda tartós visszahelyezése a európai meg Én nem érzem, hogy ö, nagy nyomás lenne rajtunk, ö, mert igazából reálisan kell tekinteni a dolgokat. Most oké, okay, hogy ö, <coughs> nem vártuk ezt a győzelmet az elejétől fogva, de ez már siker volt, és ezt, ezt meg tudjuk tartani, ez már a kezünkben van. Az elbén, hogy mi lesz, ott igazából arra törekszünk, hogy, hogy minél jobb meccseket játszunk, szetteket nyerjünk, és hogyha meccseket is tudunk nyerni, akkor az már én igen, én azt gondolom, hogy ne is csak erre az elvére gondoljunk, hanem egyáltalán a távlatokra, arra, hogy elindult-e valami, de nem egyetlen sikerről beszélünk, hanem hogy hogyan fog fölfelé kuszni, hogy az elvé is ezt jelezte már, hogy ennek még milyen lépcsői lesznek. Ez a nagy jövő előtt áll-e szerintetek a sportág? Ahhoz képest, igen. amit megszoktunk ugye az elmúlt évtizedben. Hát ugye tavaly az első menet volt, hogy kijutottunk az elvére, ugye 28 év után a magyar női röplabdázás, és úgy érzem, hogy léptünk még egy lépcsőfokat ezzel az Európa Liga győzelemmel, és reméljük, hogy innen már csak feljebb lesz. Na most Reni, egyébként mekkora támogatás jelent a közeg már, mint a már említett hangulat, hőfok és ez az új magyaros röpilász, hogyha érdre gondolunk 1700 néző röplabda meccsen, fú, hát labdarúgó NBA-ben örülnek <höhö> ilyen nézőszámoknak. Rengetegen voltak, nagyon örülünk, hogy egyre többen nézik a röplabdát, és egyre többen jönnek is szurkolni. A kislányoknak példaképé váltunk, és folyamatosan írogatnak, hogy, hogy nagyon ügyesek vagytok, és hogy, hogy mi szeretnénk olyan ügyesek lenni, ide kerülni, hogy válogatottak legyünk, és nagyon jó érzés, hogy, hogy így gondolnak már a röplabdára miért tudta ez a csapat elérni, hogy ennyire lehetősé <coughs> tegye a közönséget, amely nyilvánvalóan röplandában ki volt éhezve a sikerre, de hát láthatóan nagyon szeretik a csapatot. Igazából ez a csapat úgy érzem, hogy már egy évek óta, hogy majdnem ugyanaz a gárda van a válogatottban. Tehát ez az állandóság fontos, hogy Igen, össze, az összeszokás, és az, hogy olyan meccseket tudunk játszani, amit tényleg úgymond kiszolgálja a nézőközönséget, olyan labdamenetek mennek, olyan parádis befejezések vannak, ami tényleg amit érdekelt a néző számára is, hát szerintem emiatt is így ragadja meg az embereket még jobban ez a látvány sportág. Amikor felmentetek a pályára az első, tehát a hazai mérkőzés előtt, akkor mi volt a fejedben? Hogyha mondjuk előre az ember nem fogad a saját mert csinál, de ha elképzelteted volna, és tippelted, hogy mi lehet, akkor mire számítottál, mire számítottatok? Nagyon meg akartuk mutatni, hogy tudunk nyerni a törökök ellen. Annyi, J hogy nyerni alapvetően. Igen, uh -huh. igen, mert éreztük, hogy már bennünk van, és képesek vagyunk rá és meg akartuk mutatni nekik, hogy milyen most a magyar röplabdázás, mert hogy amit ott kint láttak a csoportmeccseken, azok nem mi voltunk. Na értem, tehát hogy akkor ott valami áruhásokban játszottatok, sokkal többre vagytok képesek, Igen. hát megmutattátok. Maga a mérkőzés az milyen? Fordulatok, meg nehézségek bújtak meg, hát egy három nulla mögött, hogyha azt nézzük, ugye az első két fejfej melletti játszma után, mikor, hát Biztos, mikor volt biztos siker a végén, de mikor éreztétek belül, hogy most már meg fogjátok mutatni nekik nagyon is? Én ugye nem vagyok kezdőjátékos, de Igen. a cseresorokból uh, szorítottunk végig. Igazából már az elején éreztük, hogy elindult a csapat a meccsen, hogy bennünk van az, hogy mi ezt a meccset meg tudjuk nyerni. Igazából uh, az első szettben még uh, küzdöttünk a nézőközönséggel, magunkkal is, de uh, parádésan lehoztuk az első szettet. De én úgy érzem, hogy az arany az már olyan volt, hogy, hogy ott tényleg meg tudtuk mutatni, ott már kijött belőlünk a küzdés, és ott én végig éreztem hátul, hogy ez, ezt nekünk meg kell nyerni hogy ott vagyunk, képesek vagyunk rá, becseréltek engem is, ránéztem a csajokra, mondom, csajok, ti vagytok a legnagyobbak, hát nagyon jót játszottunk, és ez később a végén, hálás. Hát az, az, egy felszabadult lebegés volt, ugyanakkor azt már éreztétek, hogy, igen, igen, igen. Hát, hogy ezt nem lehet elveszíteni. Na most ennek a csapatnak, ezeken a mérkőzések, <coughs> hogy meg tudta az Európa Ligát nyerni, inkább melyik volt a, a fontosabb erénye Reni szerinted? Az, hogy a holdpontokon túl, túl, tud mozdulni mérkőzés közben, vagy az, hogy az elején, amire Gréta utalt, tehát meg, meg tudja nyomni, és nem ragad bent a, a meccs kezdetén, sőt. Sajnos mindig úgy kezdünk, hogy beragadunk a meccs kezdetén, és rendéseken <coughs> is próbáljuk már ezt gyakorolni, hogy induljunk el minél hamarabb, és ne legyen az, hogy 8-0-val indulunk, és <coughs> szerintem oké, okay, voltak hullámvölgyek, de az is nehéz, hogy ugye a közepén leülünk, nem megy annyira, akkor nincs, aki húzza a csapatot, és ilyenkor vissza kell találnunk saját magunkhoz, megtalálni a csapatot, és visszajönni és megmutatni, hogy, hogy tényleg tudunk bravúrokat csinálni. Ebben a sorozatban az nem volt zavaró, hogy a szabályok szerint ugye a játszma arány nem olyan automatikusan működött, hogy akkor a 3-0 meg a 3-1, akkor oké, okay, kipipáltuk, természetesen szereztünk egy jászat is nyertünk, hanem ugye a 3-2 számított a másként, vagy magyarán, hogy aranyszetre volt szükség? hiába volt a törökök győzelme kisebb. Hát számítottunk rá, hogy hát, ugye úgy mi ez volt, igen, De hogy igen. ez mennyire volt zavaró, vagy uh, mi nem. a véleményetek erről? Én nem mondanám zavarónak, ez uh, teljesen korrekt rendszer, úgy uh -huh. mondom, mert uh, igazából van egy hazai meccs az embernek, illetve egy idegenben játszott meccsen, mindenhol uh, kijön a forma, de az aranyszertben aztán tényleg az jön ki, hogy ki mit tud. Aranyszertet jó játszani? Nagyon. Igen. Nem sokszor van lehetősége az embernek arany szettet játszani, ki kell élvezni minden pillanatát. E, ez sikerült. Melyik volt a legélvezetesebb pillanat, amikor az ember bebombáz a legvégén? Akkor, akkor mi az első, ami, a eszébe jut? Nesztek itt van? Mind a 15 pont, amit szereztünk, az, az egy élmény volt. Szerintem nem igazából lehet kiemelni külön-külön pontokat. <coughs> Ott csapatként működtünk. És, Mindenki hozzátett. Igen, olyan bravúrokat csináltunk, mondjuk ütésfedezésből, amit még edzésen sem nagyon láttam a csapattól. Szóval ilyenkor kijön mindaz, ami, ami bennünk van. ezzel komolyan számoltatok az első meccs után is, vagy akár az első meccs előtt is már, hogy, hogy lehet, hogy ilyen módon fog eldőlni a finálé? Hogy lesz a aranyszett? Persze, szerintem azért mindenkinek megfordult a fejébe. Hát először is az, hogy a győzelem maga, hogy ö, ö, tudjunk nyerni, de azért mindenkinek lefutott a fejéből. Biztos vagyok benne, hogy, hogy kint mi lesz, hogy lesz, de azért így belegondoltunk az aranyszedbe is. Miben érdemel legnagyobb dicséretet a belga szövetségkapitán Jan De Brandt. Mi újat hozott ő a válogatott, az, hogyha ö, leginkább egy-két szóval, címszóval meg lehetne ragadni? <síns> Ez egy jó kérdés. <síns> hát újdonságokat szerintem. Ö, az, hogy ö, teljesen más a hozzáállása a, a sportákhoz is, meg hát ő másban nőtt fel, más tud nekünk mutatni például, mint a magyar edzők. Tehát egyszerűen más kultúrát hozott, vagy más tapasztalatokat? Ez Még volt teljesen hanke. más rendszere van a röplabdában is. Mikor ide jött először tavaj, akkor ö, volt egy játékos könyvünk, ami bele volt írva, hogy ő mit szeret és mit akar látni a pályán, a jeleket, hogy kell mutogatni, ö, teljesen más, hogy volt az egész rendszer, mint ahogy itt a magyar bajnokságban meg, megszoktuk, és elég sokáig is tartott, míg ez kialakult bennünk, hogy akkor ez automatikussá váljon, <kül> meg a pályán a mozgások is, szóval mindenki van mindenhol, nem az, hogy hogy oki okay, a centerek itt védekeznek a a szélsők meg a saját helyükön, hanem Hogyha úgy gondol egyet, akkor mindenki. Tehát, farol. ha van totális futball, akkor van totális löplabda is. Ez szerintem, amikor az ember a posztjait elhagyja, hogy így mondjam. Utolsó kérdés. Jobbnak látjátok ma mindezek fényében az EBS-ieket, mint négy hónapja, szóval milyen lökés fog ez adni, mennyire nő meg az étvágy? Hát ez mindig megvan, szerintem a győzelem az az mindig mindent visz, és uh, mondjuk szerintem nagyon sokat uh, ad a csapatnak most, hogy ez, a, ez az akarás bennünk van, szerintem egy egy aranyérem, az még dob a helyzeten, és úgy fogunk odállni, hogy na, igen, ez a magyar röplabdázás, gyertek, megmutatjuk, hogy most már mi is itt vagyunk. Így van, nem csak epizódista. igaz? Hát így legyen, még egyszer gratulálok köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Köszönjük. Szépen.